50 éves osztálytalálkozót tartott november 4-én a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola 1973-ban végzett 3. A osztálya, akik még a mostani Sáy Kodály Zoltán tagiskola intézményébe jártak. Az órák heti 2 alkalommal délután voltak megtartva, a hét többi napján pedig a kijelölt boltokban gyakorlatoztak az akkori diákok. 1970-től 73-ig jártunk a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskolába, és onnantól, bár mindenki a pályán maradt, de nem találkoztunk. Míg nem 6 évvel ezelőtt történtek halálesetek, kollégáink, osztálytársaink mentek el, és akkor elhatároztuk, hogy most találkozunk. És mivel ez az osztálytalálkozó nagyon jól sikerült, nagyon nagy öröm volt mindenki számára, most az 50. találkozót nem lehet kihagyni. Körülbelül az osztály fele jött össze, ennyi kis őszi falevelet tudtam összegerevjézni, nagyon nagy örömmel és szeretettel jött mindenki. Nagyon tiszteljük és nagyon szeretjük egymást, közel 70 évesen, felhőtlenül, felszabadultan tudunk örülni egymásnak. Nem azt nézzük, hogy ki hogy viselkedik, ki hogy van felöltözve, kinek mennyi ránca van. Hál' Istennek van, mert a ráncoknak is lehet örülni, hanem a végtelen tisztelet és szeretet egymás iránt. És hogy ez most megadatott itt nekünk, mindenki teljes szívvel és örömmel jött. Folyamatosan ment a szervezés, mindenkit el tudtam érni, mindenkit időben tudtam értesíteni, mindent megbeszélni, mindenkivel egyeztetni. Ezek után megkerestem az étterem vezetőségét, itt egyeztettünk, itt szerveztünk, és most nagyon nagy örömünkre itt vagyunk. Hihetetlen élmény visszagondolni arra a sok kudarcra, arra a sok félelemre, amivel bementünk az első munkahelyünkre, és most visszanézve az utolsó percig imádtuk a munkánkat, és odaadással csináltuk, végeztük. Galcsik Betty egyenesen Németországból érkezett férjével az ünnepi találkozóra. 1200 kilométert utazott, hogy sok-sok év elteltével újra lássa akkori osztálytársait. Németországból jöttünk, én ott élek 30 éve, az 1200 kilométer Szárország, Szárland a fővárosa, ahol élünk, és erre a nagy ünnepre eljöttünk, és sírok. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehetünk 50 éves találkozón. Nagyon-nagyon szép volt, illetve szép. És a férjem olyan aranyos volt, hogy ezt a hosszú utat megtette a kedvemért. Volt, akit nem ismertem meg, de most már minden jó, és örülök, hogy itt vagyok, hogy itt lehetek, 70 évesen. Az eseményen volt sírás, volt nevetés. A barátok megosztották egymással és tanáraikkal kapcsolatos emlékeiket, fényképekkel, tablóképpel és ajándékokkal kedveskedtek egymásnak, majd mindenki nagy meglepetésére előkerült a napló. Természetesen fél füllel elkaptam pár sztorit az akkor elkövetett csíntevésekről is. A torta felvágása és a kocintás előtt pedig rögtönzött versmondásra került sor. 3 ízben volt már, félig volt. Ja, Istenem, de jó kedvem volt. De az ördög sosem vitt el. Oly rossz, hogy még az ördögnek se kell. Az 50 éves osztálytalálkozón megjelentek, egy nagyon kellemes hangulatú délutánon nosztalgiáztak, a közösen átélt pillanatokról és ünnepelték a jubileumot.